Az Alba Volán csapat ebben a szezonban a magyar jégkorong bajnokság mellett az osztrák pontvadászatban is játszik. Három forduló és három vereség után a fehérváriak ma a Linz gárdáját fogadták. Három héttel ezelőtt barátságos mérkőzésen fogadta az Alba Volán az osztrák bajnoki negyedik Linz csapatát, akkor 3-0-ra nyertek a sógorok. A szeptember elejé találkozóval ellentétben ezúttal a fehérváriak kezdték jobban a mérkőzést. Rengeteg kihagyott helyzet után Ocskai Gábor 17 perc elteltével meg is szerezte a vezetést a magyar bajnoknak. Két perccel később pedig Palkovics növelte az előnyt, immár emberelőnyben. A meggyőzőnek tűnő két gólos különbséget a második harmadban 8 perc alatt ledolgozták az osztrákok. Ehhez persze egy székesfehérvári kiállítás is kellett. Budai Krisztián látványos védései nélkül egy harmadon belül meg is fordíthatták volna a mérkőzést a vendégek. Az utolsó játékrészben sokkal veszélyesebb volt az Alba Volán, gólszerzésre azonban csak a linciek voltak képesek, az osztrákok újabb két találatnak örülhettek. A 4-2-es hazai vereség ellenére úgy tűnik, hogy az Alba Volán hamarosan a szerzett gólok tekintetében is felveszi az osztrák bajnokság ritmusát.